Folytatjuk tovább a délelőttöt, és nagy szeretettel köszöntöm itt mi nálunk, vagyis hát a Szaléziánumban, Márfi Gyula érsek atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Örökké, amen. Igen, én azt mondom, hogy itthon vagyunk, de hát végül is vendégségbe érkezett ide a Bónum TV. Károly atyával már beszélgettünk a mai ünnepről, mert hogy tényleg egy különleges napon látogattunk ide, hiszen Szent Annának a főegyházmegyének a védőszentjét ünnepeljük. Ma mit jelent ez az egyházmegye életében? Hát számomra ugye azt is jelenti, hogy mi veszprémiek nem vagyunk nőgyűlölők, mi ránk ugye asszonyok vigyáznak a mennyből, Szent Anna és Boldog Izella. És ez valamiképpen eszembe jutatja az Úr Jézusnak azt a csodálatos nagyvonalúságát és isteni nagyságát, amely megnyilatkozott a nőkkel való bánásmódjában is. Éppen most Szent Kingáról prédikált, Szent Kingáról prédikáltam Szombathelyen, 17 évig voltam én Szombathelyen korábban, és akkor is elmondtam azt, hogy a Bibliában, az evangéliumokban nagyon sok nő szerepel, elsősorban persze Szűz Mária legalább 22-szer, azon kívül Mária Magdolna 9-szer, aztán van egy Szalóme nevű hölgy, aztán van egy Zsuzsanna, van egy Johanna, és Máriából meg van több is. Ugye Mária és Márta, Lázárnak a testvérei, és az Úr Jézus velük szemben teljesen elfoglaltanul viselkedett, eltérő módon, mind olyabban a korban ez szokás volt. De hát ugye most mi is egy hölgyet, egy nagymamát ünnepelünk. De ez különleges helyzet, mert hogy ugye Boldog Gizelláról is beszélhetünk, Szent Annáról szerintem, vagy nem tudom pontosan, de nincs még egy ilyen egyházmegye, aki mögött ennyi nő állna. Nincs. Ugye Magyarországon a Szent László a legnépszerűbb szent, a kaposvári és a debreceni egyházmegyének, meg talán a győrinek is, meg a nagyváradinak is a védőszentje, de ilyen, hogy tényleg két asszony legyen egy hármegye védőszentje, ez tényleg legalábbis Magyarországon páratlan, de én örülök neki, én magam is nőtisztelő vagyok, és a celibátus, amit vállaltam, és szívesen vállaltam, egyáltalán nem azt jelenti, hogy idegenkednék a nőktől. Beszéljünk egy kicsit, a mai beszélgetésünknek azt a címet, vagy azt a jelmondatot adtam, ami igazából érsek atyának is a jelmondata, a szeretet soha el nem múlik, ugye az első korintusi levélben olvashatjuk ezt. Miért választotta erre? Kaphatunk egy kis magyarázatot. Hát az a helyzet, hogy én alapjában nem moralista, hanem dogmatikus vagyok, tehát engem főleg a szorosan vett hit tani, sőt, még inkább az alapvető hittannak, fundamentális teológiával kapcsolatos kérdések érdekeltek, úgyhogy én magam is meglepődtem, hogy miért éppen ezt választottam. Aztán végül abban találtam meg a magyarázatot, hogy a szeretetnek nem csak erkölcstana van, morál teológiája, hanem van neki filozófiája és dogmatikája is. Tudnélik, ha megkérdezzük azt, hogy Isten önmagában boldog, az Atya, Fiú, Szentléleknek az egysége, egy tökéletes boldog közösség, miért teremtette a világot, nem lehet más választ adni, csak az, hogy szeretetből, mert még valamit akart az Atya Isten a Fiún és a Szentléken kívül is szeretni, ezért teremtette a világot, ezért adott az embernek szabad akaratot, hogy az embert is képessé tegye a szeretetre. Ugyanígy az angyaloknak is adott szabad akaratot, embereknek is, ezzel vállalván a bűnnek a kockázatát, viszont és vállalván a bűn megváltásának az áldozatát is, de mindenképpen a magyarázat csak ez lehet, hogy szeretet. Miért jött el Krisztusunk a földre? Szeretetből. Miért váltott meg minket? Szeretetből. És valójában úgy van, hogy az ember csak az önzetlen szeretetben találhatja meg a saját boldogságát is. Amíg az ember csak önmagát szereti, addig nem lehet boldog. Egyébként azt mondjam el, hogy a szeretet az olyan, mint egy háromlábú szék. A három láb az első az önszeretet, ez is fontos,
de mértékkel. A második a fele baráti szeretet, ez is fontos. Ez is mértékkel, mert nem jó, ha valakit túl szeretünk, többet akarunk neki tenni, mint amit ténylegesen jár neki. És a harmadik, ez végeimben is a legfontosabb, az Isten iránti mindenek fölött való szeretet, de bármelyik lábát kitörjük ennek a hármas hát ez szeretetnek, akkor felborul a szék. Felborulunk. Tehát nagyon fontos az, hogy önmagunkat is szeressük, hiszen Isten is szeret engem. Miért gyűlölném én magamat? Tehát ha ilyen, hogy szeretné a Istent önmagunk megvetésségét, gyűlöletét, ezeket én mindig költői szövegként értelmezem, költői túlzásként. A mai adásunkban beszélgettünk már Bódi Magdiról, akiről ugye készül egy, vagy az ő életét bemutató játékfilm is, és hát a tavalyi évben, ha jól emlékszem, akkor 38 kilogramnyi iratot vitte ki a Vatikánba, és aztán szintén a tavalyi évben az Ad Limina látogatás során pedig Ferenc pápának is azért mondott egy-két szót a mi kis Magdinkról. Mi volt ez pontosan, vagy mit mesélt a hát Szent Atyának? Elmondtam, hogy időnk nagyon kevés volt. Sok mindenről kellett szólni, hogy minden nagyon ki kellett az embernek centizni, hogy miről mennyit. Hát annyit mondtam neki, hogy ez volt november 20-án, mondtam neki, hogy májusban elhoztuk ezt a 38 kiló adagot, anyagot Bódi Mária Magdolnáról, aki egy véletlenül halt gyári munkáslány. És említettem azt, hogy én őszintén tisztelem a szent pápákat, meg a papokat, püspököket, meg az apácákat is, de azért nagyon szeretnék most már egy gyári munkáslányt is az oltára emelve látni, hogy a gyári egyszerű ember is magának eszményt találhasson. És azt hiszem, hogy teljesen találkozott a Szent Atyának a gondolatával, álláspontjával, bár erre külön nem reagált, mert más dolgok voltak, mert reagálni kellett, de a reakcióját talán az is lehetett, hogy hamarosan december 20-án tavaly a Szentélyavatás ügyek kongregációja kiadott egy nagyon fontos dekrétumot, amelyben elismerik az egyházmegyei eljárás törvényességét. Ez mindig az első lépés a boldog avatás felé, és mondják, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy eljárást egyből kifogástalannak találjanak, és nálunk pedig ez volt a helyzet. Ezért szeretném mondani, hogy a munkatársaimnak legyen nagy köszönet, akik tényleg nagy műgonddal, nem elkapkodva készítették el az anyagot, és ebben a szentszék semmi kivetnivalót, és semmi olyat nem talált, amit pótolni kellene. Egy óriási dolog, hogy reméljük, hogy most, ha majd elkészül az úgynevezett pozíció, amelyet már csinálunk, hogy akkor majd még talán az én életemben megéljük, hogy Bódi Magdit boldogként tisztelhetjük. Így legyen, akkor az ima szándékokat felírhatjuk ezzel kapcsolatban is. Még így egy van. Történetet hoztam, vagy hát olvastam, mert Szent Atyához kötődik ez is, nem csak egy napon ünneplik ugye a születésnapjukat, igen, hanem még 1998-ban, amikor az érseki palliumot vette át így a Szent van. Péter Bazilikában, találkozott Buenos Aires érsekével. Így van. Az a helyzet, hogy ezt is elmondtam neki, hogy valóban 98. június 29-én Péter Pál ünnepén vettem át a palliumot. Minden érsek a kinevezését követő Péter Pál napján kapja ezt meg. És említettem a Szent Atyának, hogy ebből az alkalomból itt a Szent Péter Bazilikában találkoztam egy érsekkel, aki úgy mutatkozott be, hogy Jorge Mario Bergoglio. Mi volt a reakciója? Ácsi Buenos Aires. Mindenki nevetett rajta természetesen. És így folytattam, hogy ne hát hazamenve gyorsan utána néztem ki ez az ember. Meglepődve láttam, hogy december 17-én született. Mit tesz Isten? Én is akkor születtem. Talán Szent Atyának ez nyilvánvalóan tetszett. Úgyhogy amikor aztán elköszöntünk, mert ugye az egész püspöki kart fogadta egyben, és ugye mindenkivel kezet fogott, amikor eljöttünk tőle. Nekem azt mondta, noi siamo fratelli, mi testvérek vagyunk. Nagyon-nagyon kedves volt. Említettem különben neki azt is, hogy a migráció ügyében mi az én álláspontom. Elmondtam többek között azt, hogy
Én természetesen nem vagyok sem muszlim gyűlölő, sem migráns gyűlölő, de igenis nagyon aggódom Európa dekrisztianizálódása, elkeresztelenedése, illetőleg iszlamizálódása miatt, mert mi magyarok már, mi 300 évig álltunk hazban a muszlimokkal, és 150 évig voltunk muszlim uralom alatt, és az alatt a ország lakossága megfeleződött, és a keresztény emlékeknek pedig a 80%-a megsemmisült. Icipici időnk maradt már csak, de hát ebben például egy jó lehetőség, vagy egy fantasztikus áldás lehet az, hogy 2020-ban ugye az eukarisztikus kongresszust majd a hazánkban rendezik. Itt az Egyházmegyében hogyan készülnek erre az eseményre? Tényleg csak nagyon röviden. Hát ugye azokat az előírásokat, amelyek vannak, mi is megtartjuk. Tehát fogadtuk több városban például azt a eukarisztikus keresztet, amelyet még a Ozsvári Csaba készített, és a Szent Atya áldott meg. Ozsvári Csaba egyébként a mi egyházmegyénk területén Óbudaváron, miután magát, igen, többet magával felajánlotta a szűzanyának, szinte felajánlás után majdnem azonnal váratlanul meghalt életszentség hírében, de csak zárójelben jegyeztem meg. Tehát fogadtuk ezt a keresztet itt Veszprémben is, meg még sok veszprémi nagyobb településen, és hát ugye azokat a szentségimádásokat is igyekszünk megtartani, amelyeket egyenlőre a fábrikodél atyáik javasolnak nekünk. Különösebben nagy dolgokat most nem tudok mondani, de valóban azt gondolom, hogy talán ez is gondviselésszerű, hogy most nálunk lesz az eukarisztikus világkongresszus, és talán ez is segít abban, hogy mi magyarok valóban tudjunk valami szerepet játszani Európa újra krisztianizálódása. Így legyen. Érsek atya, nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, és további áldott szolgálatot kívánok, és egy nagyon szép ünnepet a mai délutánra. Köszönöm szépen, és köszöntöm a nézőket.